Sziasztok! A mai videó témája sokak kedvence, a Freeze Low. Ez a csodaszép pacin nyugodt, könnyen kezelhető, készséges és kedves. Méltóságteljes erős test felépítésű, akciós mozgása van magas léptekkel. Hosszú hullámos sörény és farok jellemzi, bokaszőrzettel. Színe korom fekete, többnyire fehér jegyek nélkül. A Freeze lovat előszeretettel fogják hintó elé. Atletikus adottságai miatt számos lovasportákban is népszerű, többek között díjlovaglásban és western lovaglásban. Használják továbbá fogadhajtásra és tereplovaglásra is. Mesébe illő külleme és intelligenciája miatt cirkuszi lóként sem ritka. Az én gyűjteményemben 6 darab Freeze ló található. Van köztük Schleich, van köztük Breyer és egy Mojo. Ez a Schleich kanca, egy 2005-ös kiadás. A képen annyira nem látszik, de neki ilyen sötétbarnás színe van, nem teljesen fekete. Hát szegény már régi, nincs a legjobb állapotban, de attól még nagyon-nagyon szeretem, nagyon szép kis lovacska. Schleichre jellemző aprólékos kidolgozással kapott ezüst színű patkók. Nagyon szépen látszanak rajta, hogy a fajtára jellemző jegyek. Ő egy erős testfelépítésű lovacska, megvan neki a fajtára jellemző bokaszőrzet, amit én nagyon-nagyon szeretek rajtuk, szerintem nagyon jól áll nekik. Ennél a modellnél meg egy másikra is jellemző, hogy annyira erőteljesen érzékeltetik neki a szőrt a testén, olyan érzés, mintha bundás lenne, mintha hosszabb lenne a szőre, mint az átlag lovaknak. A Schleich kancában létezik újabb kiadás is, én mégis ezt a régebbit szeretem jobban, nekem ez a póz nagyon-nagyon bejön, szerintem nagyon szép kis lovacska. Ő már sajnos kevés helyen beszerezhető, vagy szinte sehol, leginkább használtan lehet hozzájutni. Időrendi sorrendben ő a következő, egy 2009-es modell. Szinte furcsán erőltetettnek tűnik, ahogy érzékeltetik rajta a szőrzetének a mintáját. Igazából a póz gyönyörű szép, ez egy nagyon-nagyon szép modell. Szép göndör sörénye van, göndör farka van, nagyon szép hosszú. Ő is kapott ezüst színű patkókat, és nagyon szép elegáns pózban áll. Itt is látszik, milyen szép hosszú sörénye van. Ő azért sokkal inkább a tipikus Freeze, amiket ugye a képeken látunk. Ami érdekes lehet, hogy neki festve van a nózia, olyan, mintha nedves lenne, olyan egészen valósághű. Ő a következő, már megint egy kicsit más, szintén Freeze, szintén Schleich, viszont 2014-es modell, és amint látszik, azért ne, rajta már vannak változások, szóval rajta is ugye megvan az őr mintázata, a hosszú sörény, a hosszú farok, viszont rajta nincsen patkó, és ami még szembetűnő lehet, és ez szerencsére a kamerában tök jól látszik, hogy fényes a teste, és matt a sörénye. Ez a többi modellre nem jellemző, viszont neki szerintem nagyon-nagyon jól áll. Gyönyörű szép pózban áll, olyan igazi, méltóságteljes, elegáns. Ez a modell szerintem Schleichből az abszolút kedvencem, ez annyira jól sikerült, annyira nagyon szép. Így, ha választani kell, én őt ajánlom abszolút. Végül, de nem utolsó sorban a Schleich Freeze Chico. Benne az a különleges, hogy ő egy német nyelvű Schleich magazinhoz volt ajándék, szóval ő szerintem így külön nem nagyon volt kapható. Rettenetesen cuki, hát csak rá kell nézni, milyen aranyos kis Chico. Ugye ő is teljesen fekete, nagyon szép kis csillogó szemei vannak, nagyon aranyos. Schleichre jellemző szép kidolgozással. Nem olyan régi modell igazából, pontos évszámot nem tudok rá mondani, de nem régen adták ki, úgyhogy nagyon-nagyon cuki, én nagyon örültem neki, mert így azért majdnem teljes a család. A következő modellünk a Mojo, ő is ugye az előzőek ellentétben, mert ugye a Schleichben már itt láttunk teljesen fekete, meg barnásabb színű modelleket. Ő szintén nem teljesen fekete, inkább sötétbarna, ilyen kávészínűnek mondanám. Mojo-nak nagyon furcsa változtatása lett, mert ő egy friss modell, ez 2017-es kiadás, és a régiektől eltérően ő puha, nagyon puha műanyag, ahogy látszik, nagyon-nagyon könnyen hajlítható. A lábain nagyon-nagyon érződik, hogy puha, ami nekem nagyon furcsa, mert a régiek nem ilyenek voltak. Ez az új változtatás, igazából nem tudom, hogy miért eszközölték, most ez van. Attól függetlenül a kidolgozása nagyon szép, látszanak rajta a részletek, ő is kapott ezüst patkót, nagyon szép pózban áll, nagyon szépen látszanak rajta a szőrminták, a sörénye, a farka, mindegy, nagyon szépen kidolgozott kis figura. A lényeg az igazából nekem nagyon furcsa, hogy ilyen puha műanyag lett, ez
Nekem annyira nem jön be, tehát nem kell fogdosni. Ez a polcon akkor is nagyon-nagyon szépen mutat. Nagyon szép kis figura, szóval magával a kidolgozással semmi problémám nincsen. Utolsó figuránk egy Breyer Stablemate. Ő ugye majdnem a legkisebb Breyer figura, amit lehet találni. Rajta itt van a Breyer logó, nagyon-nagyon cuki kis figura, attól függetlenül, hogy kicsi ezeket. Én nagyon szeretem ezeket a Stablemate figurákat, mert kisméretük ellenére nagyon-nagyon szépen ki vannak dolgozva. Borzasztó könnyű, ugye üreges műanyag, ugye rájuk nem jellemző, hogy lenne szőrmintája, nekik teljesen sima a felületük, viszont az izomzatuk gyönyörűen kidolgozott. Ugye a sörényük, farkuk kidolgozásában nincsen semmi hiba, szemét is két színnel festették, egészen-egészen valósághűnek hat. Nagyon szeretem ezt a pószt, egyetlen hátránya, hogy igazából nagyon-nagyon könnyen eldől. Nem tudom, hogy miért, próbálták ugye a farkával, hogy így kiegyensúlyozni egy kicsit, így látszik, hogy ugye ez a lába és a farka támaszkodik a földön, ettől függetlenül nagyon-nagyon könnyen eldől szegény, úgyhogy vigyázni kell vele. Hát ezek lettek volna az én Freeze lovacskáim, én nagyon szeretem a Freeze-t, igazából gyönyörű, szép, imádom nézni, ahogy mozognak, annyira könnyed, légies mozgásuk van, hogy szinte fantasztikus. Érdekelne, hogy nektek mi a véleményetek a Freeze-ről, milyen figuráitok vannak, vannak-e olyanok, amiket én nem mutattam be, illetve melyik a kedvenc a felsoroltak közül. Írjátok meg kommentben. Én nagyon köszönöm ismét a figyelmet, sziasztok!